Kedves GameStar TV nézők, nagy szeretettel köszöntelek benneteket és Duncant, bocsánat, Bőt, Duncant és Mazurt, tisztán ABC során. Fogyugráltál, hogy érjek az utolsó. Mindegy. A GameStar kerekasztal októberi adásában. A mai témánk egy olyan téma lesz, ami mindenkit érint, aki már életében látott reklámot. Tegye fel a kezét, aki még nem. Látom, hogy senki nem tette fel a kezét, ne is álcázzátok magatokat. Csak nem ismertük fel. Ne is poénkodjatok. Ez az interaktivitás. Web 4.0. Ebben a hónapban két nagyon érdekes esemény történt. Kezdjük az elsővel. A híres kiadó, a Ubisoft 4 olyan játékot tett ingyenesen letölthetővé, amelyeket telepakoltak reklámokkal, méghozzá a töltőképernyőkre tették ezeket a reklámok, miközben a játék egyik pályáról a másik pályára tölt. És elvileg csak amerikaiak részére, bár ez becsapható volt, ingyenesen letölthetővé tették ezeket a játékokat. Ez egy újfajta reklámozási módszer, ilyennel még nem találkoztunk ebben a szakmában. Mit gondoltok ti erről, ez bejöhet? Tehát ezek nagyon jó játékok, Prince of Persia például, Raving Rabbids, tehát ezek ismert jó játékok. Hát elterjedni dobozos játékokban biztos, hogy nem fog, mert hogyha gondolj bele, megveszel egy játékot 10.000 forintért, vagy 40 dollárért, tehát mindegy, és játszol vele, és nyomják a töltőképernyőn az arcodba, akkor az a minimum, hogy elkezdesz anyázni. Amikor megkérdeztük a Ubisoftot, hogy mi ez az egész, mit csináltok itt lesz Európában, akkor annyit nyilatkoztak erről, hogy this was a very good promotion, nagyon bejött nekünk, többet egyelőre nem tervezünk. Duncant említetted itt a műsor előtt, hogy ez nagyon hasonlít arra, mint amit a kereskedelmi tévék csinálnak, hogy megszakítják a adást reklámokkal. Te ezt hogy gondoltad? Igen, ez annak kapcsán jutott eszembe, ugye, hogy régebben is volt egy pár olyan kezdeményezés, hogy voltak olyan hangok, hogy kell alternatív forrásokat találni a játékoknak a finanszírozáshoz tulajdonképpen, mert ugye kockázatos alapvetően még sokszor olyan sikere játékoknak a fejlesztésébe is belefogni, mint például Fallout 3. És ezért muszáj olyan forrás találni, ami biztos gyakorlatilag, valamilyen szinten biztosan finanszírozza a fejlesztésnek egy részét, és a reklám adott esetben ilyen lehet egy játékokban mondjuk rejtve. És bizonyos szempontból tapintatosabb szerintem egy reklámot úgy elhelyezni egy játékban, mint hogy filmekben is látjuk, hogy feltűnik egy autómárka, és azért az emberben úgy valahogy megmaradt, hogy ott éppen egy XY autó suhant el. Igen, másrészt viszont sokak számára pont ez az ellenszembes, hogy rejtve meg persze a főhős pont olyan cipőben rohangál, és háromszor az arcon mutatják. És ugye szó volt arról, hogy ilyen szerepelhet a játékokban. Ez viszont a reklámozásnak egy másik módja, amire én a magam részéről nem is gondoltam volna, mert ugye ott van a töltőképernyő, amit lehet arra használni, hogy egy kicsit az atmoszférába belerántsa az embert, mert a játékból artokat mutatni, a következő pályával kapcsolatban információkat csöpögtetni lehet. De ez egy olyan alternatív kihasználása ennek a lehetőségnek, hogy végül is töltőképernyőt mindenképpen néznél. És azért így nem gondolja az ember azt, hogy rejtetten az arcába tolnak egy-két reklámot, amikor megy a folyosókon, és akkor mindenhol egy bizonyos üdítőitalnak a plakátja van véletlenül. Másrészt pedig úgy is meg kellene azt várni, tehát akkor majdnem tök mindegy, hogyha ez azzal jár, hogy egy jobb játékot tudnak csinálni több pénzért. Tehát valahol van egy ilyen olvasat. Egyébként, ha belegondolsz, bocsánat, abba, hogy azt mondta, hogy ez egy alternatív lehetőség a játékfejlesztőknek, hogy biztos bevételeket generáljanak. Ez ugyanúgy egy alternatív lehetőség a reklámiparnak is, mert pontosan, bár nem vagyok reklámipari szakember, de ezzel küzd már egy ideje, néhány éve a reklámszakma, hogy a mi generációnkat, vagy sokkal inkább a mostani 10-20 kevés éveseket rettentő nehéz elérni. Nem néznek tévét, tehát hazamennek, és ez a generáció az nem a tévét kapcsolja be, hanem a számítógépet. Maga a honlapokon elhelyezett klasszikus reklámok, gyakorlatilag a flash játékba ágyazott reklámok kivételével, meg egy pár speciális megjelenési forma kivételével hatástalan. Tehát egyszerűen ezek az emberek az internetezés közben, meg az elektronikus média használata közben egyszerűen kifejlődött az, annyira szervesen nőttek bele ebbe az egész érába, hogy kifejlődött az, hogy nem kizárja az agyuk a reklámot. Igen, immunisak lettek. Nem, ugye tipikus mindenki által ismert felmérés, hogy fogtak X embert, beültették, stb. netezzél, és nagyon erősen nyomtak egy bizonyos márkát, terméket a honlapon, és utána nem mondták nekik, hogy mi a cél, és utána pedig
felismerted, hogy mit reklámoztam, mit, és borzasztó eredmények jöttek ki a reklámozók szemszögéből. De senki nem tudta minimális mértékben visszaidézni. És az, hogy ez a generáció játszik, hogy ez a generáció máshogy nem elérhető, ez hozza magával azt, hogy a játékokban elhelyezett reklámok, ez egy olyan út lehet, ami jelenleg még annyira nincs kitaposva, nincs kihasználva, de mindenképpen értékes lehet a reklám szakma. Arról nem is beszélve, hogy a Falloutban például nagyon sokan még a mai napig tudják, hogy Nuka Cola volt ez az ital, amit a boltban tudtál vásárolni. Jó, hát az vicc. Persze. De például az előbb szintén a felvételt így meglebegtettem erről a véleményemet, és meglepődtél rajta, hogy szerintem igenis hitelesebbé tudja tenni a környezetet, például az, hogy ott vannak a reklámok. Hát képzeld magad elé egy foci meccset, mondjuk jó, ennek ugye a legavatottabb ismerője. Azért, hogyha tévében nézel egy foci meccset, hát a szemedet kibökik a reklámok, a pólókról, a transzparensekről, a mindenhonnan, a bejátszás, amikor még visszajátsz, és ott van a... Szóval ez anélkül ugye nem az igazi. És hogyha mondjuk ilyen kamu hirdések vannak ott a táblákon, stb. Így érzed, hogy valami nem stimmel. És ez csak egy példa. El tudsz képzelni egy teljesen realisztikus, képzeld meg egy New York-i városrészt. A GTA 4-ben láttuk az első képeket, és a GTA sorozat az mindig is híres volt arról, hogy nagyon vicces, kitalált termékeket, meg cégeket reklámozott. És most ezre megint ráerősítettek. És ők például ezzel a kreativitással ellensúlyozzák azt, hogy amúgy hiányozna az az elképesztő mennyiségű reklám, ami a városkép szerves része. Tehát mondjuk, hogyha ezt is számításba veszed, akkor a játék élvezeti értékét is növelhetik a reklámok. Igen, ebben igazad van. Én egy kicsit másra asszociáltam ennek kapcsán, tehát mondjuk egy focis játékban, egy GTA jellegű játékban, amit tényleg megpróbálom modellezni valamilyen szinten egy valós utcai környezetet, tökéletesen igazad van. Én igazából arra gondoltam, hogy mondjuk egy olyan first person shooternél, ami a jövőben játszódik, vagy ahol ugye nem valószínű, hogy azok a termékek, amik tegyük, hogy mész a Doom-ban, akkor így igaz. Anarchy Online-ban mind a mai napig, aki nem előfizető, tehát ingyen játszik, az valós életbeli reklámokat kap. Például a Mötley Crüe új lemeze megjelent, akkor a 27 000-ben a jövőben játszódó játékban ott volt kint az Mötley Crüe óriás plakát. Abszolút nem zavaró. Ugyanis ahhoz vagy hozzászokva, hogy ott óriás plakát van. Nem ahhoz vagy hozzászokva, hogy 27 000-ben mindenkinek repülőgépe van, és teleportál jobbra-balra, az egy természetes dolog. Az a játéknak a része, az a te virtuális világodnak a része, ugyanígy a virtuális világnak a része az, hogy vannak óriás plakátok. És az, hogy mi van az óriás plakáton, ha jól néz ki, akkor az, hú, ez dögös, ez a Mötley Crüe plakát. Ha rosszul néz ki, akkor az ember megjegyzi, hogy hát ez randa, ez a Mötley Crüe plakát. Ez valami valós valami, ez a Mötley Crüe. Mötley Crüe, ez egy nagyon híres hard rock heavy metal zenekar. Hát nézd, hogyha rájuk nézel, akkor nem képzeld őket rögtön egy valós személyeknek, kicsit olyan szájú. Remélem nem fognak egy passzolni. Pamela Anderson Lee neve, mondd-e valamit neked? Mintha. Pamela Anderson Lee, onnan Lee, hogy Tommy Lee a Mötley Crüe dobosa volt a férje. Ne éges már tovább, hogy jól van. Azt hittem, hogy skandináv death metal hordák. Bocsánat, még egy dolog, ami ide kapcsolódik, hogy régebben én gondolkodtam már ezen, hogy vajon ez mennyire jó megoldás, hogy így tenni reklámokat, ilyen rejtettem, tenni reklámokat játékokban. És ez azért is jó megoldás még a reklámozók szempontjából, mert hogy ha vele gondolsz, akkor ugye a reklámozónak tényleg az az érdeke, hogy ő megjelenjen és nagyon sokan lássák, fiatalok kiküszöbölhetetlenül lássák az ő plakátjukat, az ő bármilyen rejtett reklámjukat. És ugye van egy olyan veszélye a reklámozók szempontjából a dolognak, hogy tehát kérdéses az, hogy tényleg feltűnik-e annyi ember előtt, és mondjuk kérdéses bevétel egy forgalmazó, egy kiadó számára az, hogy hányan fogják majd megvenni ezt a játékot, viszont függetlenül attól, hogy hányan töltötték le, tehát hány varesz példány van a forgalomban, és hány boltban eladott példány, ettől függetlenül darabszámra annyian fogják látni a játékot, ahányan azt játsszák. Tehát itt nincs az a faktor, hogy hányan veszik meg hamis, hányan szerzik meg hamisan, mert a reklám ugyanúgy benne lesz a játékban. Szóval van egy fontos kérdés, amit még nem boncolgattunk, hogy a budget játékok életkorát lerövidíteti ez a dolog, hiszen négy olyan játékról volt szó, segítsetek, ha nem emlékszem minden egyre, Prince of Persia, Raving Rabbids, Far Cry és a
Ghost Recon, amelyek most jönnének ki budget kategóriában, egyébként a boltban kaphatók lennének 3-4 ezer. Azért ezek már bent vannak, a Raving Rabbids lett volna most, igen. Viszont ezek akkor már nem fognak kijönni a boltban budget kategóriában, hiszen ingyenek ki fognak jönni. Miért szerintetek? Tehát attól, hogy ingyenesen letölthetővé váltak, még megvásároltok lesznek? Azt hittem egyébként, hogy Duncan elviszi ezt a kereskedelmi tévés vonalat ebbe az irányba. Nekem az volt az első gondolatom, hogy ugye megveszed a 24-et DVD-n, pedig megnézhetted volna tévében is. De megveszed, mert megnézheted egyben, reklámok nélkül. És igazából hát lesz egy reklámos. Azt hittem, hogy most így lesz egy reklámos kereskedelmi Raving Rabbids, tételezzük fel. Hát figyelj, hasonlít össze gondolatban. Nézd, hasonlít össze gondolatban, milyen egy filmet megnézni az RTL, valamilyen klubon. Valamilyen klubon. Nem jövök jól. Tehát valamilyen kereskedelmi csatornán, és milyen ugyanazt a filmet megnézni otthon DVD-n. Ilyen mindenket otthon van, tehát DVD-ről. Nincs ebben a reklámok. Ennyi igazából az a komfort. Szerintetek mennyire hiteles az, hogy egy Prince of Persia közepette, miközben száguldasz leföl egy harci szekérrel, meg vívsz, meg falakon hát mászol, egyszer csak bejön egy mobiltelefon. Semmennyire nem hiteles, viszont ebből ezen az analógián haladva, amit a Mazó mond, nézed a 24-et, és ott is nyilván a legfeszültebb mosószerreklámhoz fogják betenni ezeket. Hozzá vagyunk szokva ezt, tehát amióta itt az utóbbi 10 évben Magyarországon, illetve az utóbbi mennyi éve már a nyugati fejlett világban ezek a dolgok mennek, hát hozzászoktak az emberek, és biztos, hogy lesz egy olyan réteg, aki ezt így fogja csinálni, egy olyan réteg, aki meg úgy. Hát most is rengeteg játékosról tudjuk, hogy letölti Varezban, kijátsza, kipörgeti, és utána elmegy, és amint normál árkategóriába süllyedt a játék, megveszi a boltban. Következő kérdés, ami felmerül, ez egy csak Amerikának szánt akció volt, mert amikor mi próbálkoztunk kinyújtani a csápjainkat a Ubisoft felé, ők azt mondták, hogy ez csak amerikai, ha jól emlékszem, te mesélted. Hogy... Igen, érdekes volt, az európai Ubisoft az konkrétan tőlünk tudta meg, hogy Mizu, és mondta, hogy oké, akkor calm down, megkérdezzük az amerikaiakat. Igen. És aztán ez a válasz jött. Nagyon kitértek folyton nagyon ügyesen az egyenes válasz elől, de folyton ezzel jöttek, hogy az amerikai promóció, az amerikaiak azt mondták, hogy ez egyébként is csak, ami nem volt számomra például világos, hogy ez egy hétvége és valami ünnep volt ott kint az USA-ban, és arra csinálták ezt az egészet. Viszont ennek ellent mondta, hogy interneten volt fent, és idézőjelbe téve egy kis hazugsággal, hogyha azt kattintottad be, hogy te amerikai lakos vagy, akkor bárhonnan letölthetted. Vajon ez előnyt jelentett a reklámozónak, vagy nem? Neki mindenképpen előnyt jelentett, de mire vonatkozik a kérdés, hogy Amerikában ilyet már meg lehet csinálni, nálunk Európában még nem? Így van, pontosan. Tehát, hogy amerikai cégek csinálták ezt a reklámkampányt, némelyik közül globális cég, tehát Európában is működik, némelyik nem. De a globális cégeknek sincsenek abszolút worldwide futó kampányaik. De várható van. Esetleg, ez akar lenni a kérdés, várható a jövőben, hogy lesznek globálisan ilyen akciók? Tehát azt mondja a Nuka-Cola, aki mindenütt kapható a világon, hogy engem nem érdekel, honnan töltöd le, csak de nézd, erre nincs feltétlenül szükség, tehát mondjuk pontosan azért, mert ez egy rendszeresen flexibilis műfaj, ezért egyedi igényekre, egyedi piacokra szabott rá. Figyelj, azt is megtehetik, hogy a Battlefieldben, ugye ahol volt ez szó arról, hogy ott vannak ilyen billboardok a pályákon, ahol változnak a reklámok, nyilvánvalóan tudja a rendszer, hogy te honnan netezel. Tudja, hogy hol laksz, melyik országban, tehát a saját országodnak a saját országodban értékesített reklámokat fogod látni. Tehát ilyen szinten testre szabható ez. Úgyhogy ezért nincs is erre szükség. Nyilvánvalóan ennek is megvan a háttere, ezért van az, hogy amit mondott, hogy voltak ilyen összeborulások már, nem is egy nagy reklámcégek, nagy kiadókkal összeálltak. Tehát ennek meg kell teremteni a feltételeit, ezek már adottak, úgyhogy ebben egészen újszerű, egészen messzire vezető projektek jöhetnek létre. És kérdésedre válaszolva, ez nyilván a Ubisoftos kampánynak vagy akciónak a hozadéka vagy a sikere fogja ezt eldönteni, hogy ők csinálnak-e ilyet, illetve más kiadók ezt át fogják venni. Arról meg ugye igazándiból nem tudunk, ez exakt módon nem mérhető, hogy azok a reklámozó cégek, de mérhető. Jó, mérhető, valamilyen szinten mérhető lesz, hogy azoknak a reklámozó cégeknek adott korcsoportbeli, nem tudom, internetes aktivitása az a promóciót követően feljebb
kúszott-e, vagy nem. Szerintetek várható-e, hogy egy ilyen kis piacon, mint a magyar, mondjuk legyenek hasonló akciók, amik csak a magyar piacra vonatkoznak. Tehát mondjuk egy Prince of Persia, ahol a töltőképernyőkön kimondottan magyar reklámok vannak, magyar mobilszolgáltató, vagy magyar bármi. Tehát ez alapján, amit mondasz, Mazur, nyilván, hogyha ezek lokalizálva fognak menni, akkor ezek elképzelhetőek. De hát nyilván itt nem arról van szó, tehát itt erről az árkategóriájú játékok esetről beszélünk. Tehát ebben az esetben persze minden további nélkül. Tehát valószínűleg mondjuk itt is nagyobb bevételt tudnának generálni. Tehát ahogy azért ismerem, tényleg nem felületesen, de azért magát a reklámipart meg, hogy ez működik, hogy minden eszközt megragadnak, hogy eljussanak az emberekhez egyre inkább. Én nem kizártnak tartom, hogy ezt hosszú távon ne ragadják meg az ebben rejlő lehetőségeket. Tehát én valószínűleg tartom, hogy ezekben a játékokban még mindig több van annál, hogy ott legyenek a polcon, és akkor x hónap után leveszik, mert a kutyának nem kell. Még 1000 forintért sem. Jó, de most volt itt egyébként egy kis összemosás, mert nem mindegy az, hogy ilyen büdzséjátékokról van ez szó, vagy például mondjuk egy Battlefieldről, aminek nincs büdzsé. Tehát nem a büdzsé szempontból érdekes, mert ugye azt nem akkor lesz annak közössége, mikor az megjelenik, és új játékos elkezdnek játszani, akkor lesz igazából érdekes, mikor már egyre nagyobb ez a tábor, ami húz új tagokat. Tehát mondjuk egy multis játéknál, mert a Battlefield volt a példa, ott teljesen máshogy működik ez. Ezért mondom, hogy ott nincs az időfaktornak ilyen szempontból jelentősége. Nyilvánvaló, hogy egy olyan játék, ami mondjuk nagyon népszerű volt, de most már talán kevesebben mennek be besétálni a boltba megvenni, és ezek lekerülnek büdzsé kategóriába. Azt így ingyenesíteni, ezek mind nem akarok reklámelti fejtegetésbe bonyolódni, de van egy olyan számítása mindenkinek, aki reklámozni akar, hogy szakszavak mellőzésével, hogy mi az a költség, amit neki bele kell ölnie abba, hogy elérje a vásárlót. Nyilván van, ezt tudják számolni, hogy mondjuk ennyibe kerül itt és itt ennyi és ennyi idő, vagy ennyi ekkora felületű hirdetés, mekkora esélye ezt látni fogják, mekkora esélye, hogy olyan fogja látni, aki potenciális vásárlók lehet, mennyi azokból az, aki tényleg valóban be fog sétálni az ő boltjukba, és igazából ennek az arányszámnak feleltetnek meg. Ezt meg tudják csinálni. Egy rövid tippet szeretnék tőletek kérni, vagy egy ilyen wishlistet, maradjunk ennyiben. Ti melyik játékot látnátok szívesen magyar reklámokkal? Vagy melyik játékra gondoljátok azt, hogy mondjuk adjunk egy tippet a kiadóknak, vagy egy ötletet, hogy srácok, rakjatok bele reklámot XY játékba. Van-e nektek ilyen? Miért szerinted ezt a játékosok szeretnék? Tehát ennek most van egy ilyen fennhangja ennek a kérdésnek, hogy ez mondjuk nem zavar senkit, meg ez mondjuk így unblock elfogadottá válik a játékosok körében. Mondjuk én ebben nem vagyok annyira biztos. Én sejtem, hogy mire gondol, hogy jó, mert lehet, hogy kicsit félreértjük egymást. Tehát van szerintem olyan játék, amiben minden további nélkül mondjuk elfogadnák, és amiben én már most azt gondolom, hogy lenne potenciál, mert nem tudom elképzelni, hogy például egy olyan focis játék, ami ugye népszerű, és mondom, függetlenül attól, hogy eredetiben hányan vásárolják meg Magyarországon, ezért szerintem sokan játszanak ilyen focis játékokkal. Most az, hogy a Pro Evolution Soccerrel, vagy pedig a FIFA-val, az egy dolog. De egy külön beszélgetés. Igen. De a lényeg, hogy ezeket ugye sokan játsszák, kevesen veszik meg eredetiben, de sokan játsszák is. Valószínűleg tartom, hogy olyan emberek, akik példának okáért a fociban, egyébként is érdeklődnek, és nem tudom elképzelni, hogy azok számára, akik egyébként mondjuk ma Magyarországon tényleg nagyon, tehát nem 1 millió forintot ölnek bele azért, hogy a tévében, amikor 3 perces összefoglaló van, akkor a mezen azt a feliratot lássam, hogy azoknak nem érné meg ezeket az embereket is megpróbálni elérni, azzal az ötlettel például, hogy a reklám feliratok. Tehát azt mondod, hogy a focis programokba rakjanak. Például, oké, én simán el tudom képzelni. Jó, és én nem tudom, már csak azért ismeri, hogy technikailag se lenne ez annyira kivitelezhetetlen. Tehát, hogyha nem szab meg mondjuk ebben az esetben a kiadó egy olyan árat, ami kifizethetetlen, akkor önmagában véve én nem hiszem el, hogy ezért egy olyan összeget kellene kérni, hogy mindenki leüljön. Mazur, szerinted van-e olyan játék, amiben érdemes lenne magyar reklámot tenni? A magyar piacra.
nem tudom, a WoW-ban a Warlockon már elbírna egy upgrade-et kesztyű, meg csizma fronton szerintem. Kérjük a szponzorok jelentkezését, igen. Pécsi kesztyű of the Wolf, illetve egy tisza cipő of the Eagle, azt talán jól mutat. Nem, én nem tudom, ezen így nem gondolkodtam. Az, hogy, bocsánat, annyi, hogy a magyar reklámot lássak egy játékban, szerint nekem az rendkívül mulatságos lenne, engem az nem zavarna. Bő, téged zavarna, mert azt vettem ki a szavaidból, hogyha mondjuk egy Prince of Persia-t, vagy egy bármilyen játékot, vagy sok ilyen játékot dobnának ki a piacra, előbb-utóbb a magyar olvasókat szerinted ez zavarná. És játékosokat. Hát nézd, ezzel egyetértek én is, hogy ahol a valóság szimulálása a fő szempontot jó, ha van, nem baj, hogyha van. Úgyhogy ezek az ilyen játékokba mehetnének teljesen nyugodtan, illetve a technikai feltételés adott, hogy legyenek benne magyar reklámok. De hát nyilvánvaló, hogyha kijön a Witcher és a... hogy jöjjek a főhőst? G betűs. Gerard. Ott feszítene egy... A Geralt az Steve. Igen. Ott feszítene egy médiamártos... Néha egy kihajolna, hogy hát hülye azért nem vagy. Ez bármennyire is mulatságos, mert azért rombolna némit. Néhány százalékot rontanánk az értékelésre. Nem kizárt. Főleg a Gergő. Azért így a műsor véges felé még térjünk ki egy másik szintén reklám jelenségre. Nemrégiben jelent meg a BMW M3 Challenge nevű játék. Ingyenesen letölthető autós játék. Ez egy valós szimulátor, tehát nem egy arcade autós játék. Amint a nevében is benne van, egy BMW-t reklámoz. Ezt a BMW szponzorálta néhány ismert ilyen olajgyártóval, meg processzorgyártóval együtt. Szerintetek ez is járható út? Tehát mondjuk egy, ha most ez nagy siker, akkor most mondjuk a Suzuki is dobjon ki egy Suzuki Swift-es játékot a piacra? Egyrészt már voltak ilyen játékok, ugye főleg az autós játékok terén nem kell messzire menni, mert volt már nekünk Ford Racingünk, meg a Volkswagennek, meg a Porsche-nál is, de így van, Need for Speednek. De mondjuk ez egy kimondott autótípusra vonatkozik, nem egy komplett palettára, tehát nem BMW-kre, hanem csak M3-assal. Hát ez is arról szól, hogy hihetetlen bád is van. Én már hallani beheted. Hihetetlen bázis van a játékos társadalomban. Nézzük meg a casual, ez is egy másik beszélgetés, akik nem biztos, hogy kifizetik azokat a pénzeket, plusz benne sincsenek ebbe a Vares szénában annyira, hogy na most ők ezekkel a játékokkal játszani fognak, és hát nyilván azt a mindenit, egy BMW M3, nyilván nem fogja mindenki megengedhetni magának ezt a kocsit, de ezzel a játékkal fog játszani, mert ez az ingyenes, mert ez az új, mert ez a jó játék, már hogyha bízhatunk abban, hogy a Tentacle srácok jó játékot csináltak, és miért ne csináltak volna jót. Úgyhogy ez tud működni. Mondjuk kérdés az, hogy az autós játékokon kívül milyen játékkategóriában tud ez a product placement? A futós játékokban? A 4-es, 6-os, 4-es, na jó, de ezt például ne felejtsd el, hogy te ugye nagy autós játék guru vagy. Kedvelő, megint igen, ma nagyon lövöm itt a termékeket. Tehát neked például már fel sem tűnik, egy természetes az, hogy te tudod, hogy vezettél már, teszem azt, egy Mazda CX-86-ost, értek hozzá vigyázat, tehát egy adott kocsival erre te már autókáztál, tudod, milyen érzés azzal menni, tudod, hogy fogad. Hogyha egy játékban, egy igazán jól megcsinált autós játékban kipróbálod azt az autót, akkor érezni fogod, hogy ez tényleg úgy húz, mint a valóságban, érzed a különbséget. Csak arra akarok itt nagy dagályosan utalni, igen, hogy egy autós játékban hatalmas érzés az, hogy átélheted, milyen vezetni azt az autót. Ezt, aki autós játékokban tényleg benne van, talán észre se veszi, pedig erről szól, ez a lényege. És egy csomó olyan ember van, aki ugye igény lenne rá benne, de nem ismeri annyira, vagy nincs olyan erős gépe, vagy nem beszél legújabb játékokat, de lenne
igény erre az érzésre, amit egy autós játék ilyen szemben adhat. Hogyha jól csinálták ezt a tentekolós srácok, megcsinálták ezeket az M3-osokat úgy, hogy ebben a játékban tényleg átéled milyen azokat vezetni, akkor ez a lehető leghatékonyabb módja annak, hogy reklámozzák ezt a terméket, ezt az autót. Hiszen mit akar nyilvánvalóan, amikor megy ott a ködös, esős éjszakában suhan a BMW a TV reklámban, és te pedig nézed, nyilván nem tudják átadni azt, hogy milyen ezt vezetni ezt az autót, amikor megnyomod. Tudod, hogy tudnák átadni? Úgyhogy semmit nem kéne leprogramozni, se fizikát, se semmit. Ahogy mész az utcán, a plexi emberek így fordulnak utána. Hogy milyen menő BMW-d van. Ez a BMW-s életérzés. Egyébként én annyit tudok erről a játékról, hogy állítólag próbálták olyan autóversenyzők, akik tesztelték a BMW M3-at zárt pályán, és azt mondták, hogy nagyon hasonlít az eredeti élményhez. A játékban egyébként az az érdekesség, hogy az ellenfeleid is, akiket a mesterséges intelligencia irányít, azok is M3-osok, tehát ugyanolyan körülmények között lehet versenyezni ellenük is, még nem lehet azt mondani, hogy neki jobb van, vagy rosszabb van. Azok ugyanolyan autók, mint amilyennel te is mész. Egyébként, ha bárki ki szeretné próbálni, mindenkinek azt javaslom, hogy mivel igazi fizikai modellezésről van szó, ne billentyűzettel próbáljon játszani vele, nekem nem sikerült egyenesen menni ezzel a szerencsétlen autóval. Hogy a valós életben sem billentyűzettel irányítjuk az autót. Fényszeruzával. Szakértők azt mondják, kormánnyal olyan élmény, mint egy igazi BMW-t vezetni. Várható még szerintetek, hogyha ez sikeres lesz, akkor más autómárkák esetleg erre ráharapnak, és például Magyarországon is van egy kiváló fejlesztő cég, amelyik, most nem akarok nekik reklámot csinálni, amik autós játékokat készít. Érdemes lesz? És van-e ilyen kategória még, mint az autós játékok, amivel lehetne ilyen típusú játékokat fejleszteni? Ne, nekem ez az ha nem pusztultak volna ki a repülőszimulátorok, akkor meg lehetne. Fegyvergyáraknak nagy siker. Mert ugye itt egy azért, hogy átéled milyen autót vezetni, hát ott meg átéled milyen lövöldözni, csak ennek nem biztos, hogy népszerűsíteni kéne a piacát. De hát más olyan terméket nem tudsz átadni egy játékban, hogy milyen is azt használni. Vagy igen? Hát a cipőnél vissza, most gondolj bele, hogyha GTA 4-ben lesz egy bolt, ahol egy N betűs cipőmárkának termékek lehet, és az gyorsabban tudsz futni. GTA 4-et, hogy, mert nekem van ilyen játék a mobilomon, hogy biciklizni kell vele, és a 4-es, 6-os, és a rossz ütemben nyomod, akkor... Nem, de az mekkora már a gyorsabban, egy igazi futó cipőt tudsz. Nem, de egyet felveszed a futócipőt a karidra, és akkor közben érzed, hogy na végre gyorsabban futok. Hát így átadható, hogy csak hát mondjuk a futócipőt nem futsz gyorsabban, ezért nem vettem futó pedig. Hát azért elképp, meg ezért nem futok. Attól, hogy mi lesz képes. Nem baj, hát valószínű, hogy egyre több reklámmal fogunk találkozni a játékokban. Inkább ez a konklúzió egyébként szerintem ennek a hónapnak, mert két különböző kategóriát. Most beszéltünk egyrészt azokról a játékokról, amikben reklámokat. Visszanyarodtunk a konklúzió. Igen, de azért, mert ugye ez a fontos. Hát már véget ér a kazetta, aztán csá. Szóval itt van még. Mert ugye két dologról beszéltünk, tehát azért gondoltam, hogy inkább ez a fontos, hogy ennek kiaknázatlan az egész, és hihetetlen lehetőségek vannak benne. Aknázzák ezt. Ja, hogy már utolsó kérdésként, hadd vezesse le. Utolsó kérdésként rövid válasz. Szerintetek ez nekünk jó, vagy nekünk rossz? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az olvasói mit gondolnak erről. Majd írjátok meg nekünk jól interneten, meg levélben. De hát most ne áltassuk magunkat, minden a pénzről szól, és hogyha egy iparágban több a pénz, mert nem csak egy lábon áll az értékesítésen, hanem bejön a klasszikus második láb, a reklámbevétel, jobb több lesz a pénz, és most persze lehet itt elmékedni, hogy az a pénz ide megy, meg az EA, meg a kurva Microsoft, stb. De ahol több pénz van abban az iparágban, ott faszább dolgok tudnak születni. Másrészt pedig azért nem kell hülyének nézni szerintem a reklámozókat is, tehát nem úgy fogják ezt megoldani, hogy ők se akarják azt, hogy amikor a kedvenc MMO-jukkal játszol, akkor egy nagy anyázásba törjön ki mindenki, amikor meglátja. Van ott fókuszcsoportos felmérés, ahol meglátják, hogy az emberke mire figyel oda, mi vált ki ellenérzést, mi az, amit beszop, stb. És nyilván a mi vált ki ellenérzést, az arra nagyon-nagyon odafigyelnek a cégek. Hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok a GameStar TV októberi kerekasztalában. Jól kireklámoztuk magunkat. Találkozunk. Vegyetek GameStar-t apropó!
Még egyet, ezt már megvettétek? Még egyet, tehát itt nincsenek rejtett reklám. Gyűjtsd össze mind. Ez itt a reklám helye. Vegyetek gépzőt. Vegyetek meg a két hónappal ezelőtt. Itt van a szeptember. Te mi lesz most a címlapunkon? Na ezt jó kérdés, ezt én is akartam. Most ugye megújult, lehet, hogy egy nagy GameStar 3.0-val fogunk jönni. Lehet. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ismét. Sziasztok, találkozunk novemberben. Igen, majd beúszik valami zene? Hát ezt majd berkenyetőkkel megkérdezik. De most jobb zenéket tegyél be. Nagyon szeretik az olapsók a zenéket. Köszönjük szépen. Mi az?